Köszöntjük valamennyiket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Bűncselekménnyé válik az éjjel szexhárd csomagosztása. Rendőrségi nyomozás indult a botrányos eljárás miatt. Elmaradnak a szexhárdi születi napok. A polgármester szerint az éjjel szexhárd alkalmatlanságát bizonyítja a döntés. Testvértelepülési kapcsolatokkal segítenek a baranyaiak, támogatják a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését. Belvízvédelem. Bátaszéken kikotorják a vízelvezető csatornát. Veszélybe sodor több szociálisan rászoruló családot az ilyen szexárd vezette Szociális Bizottság. Hónapokig nem döntöttek ugyanis az önkormányzati bérlakásokról, pedig Ács Rezső polgármester szerint az ilyen kérelmek elbírálásakor nagyon fontos lenne a gyors munka. Nehéz helyzetben lévő családok lakhatását sodorta veszélybe az, hogy az ilyen szexárd tagok által vezetett Szociális Bizottság hónapokig döntésképtelen volt a bérlakások ügyében. Ezt mondta Ács Rezső a hétértékelő sajtótájékoztatóján. Február 28-áig kellett benyújtani az igényeket, és július 2-án, vagyis közel 5 hónap után született meg a döntés ez ügyben. Ács Rezső polgármester szerint etikátlan az amúgy is bizonytalanságban élő embereket még nagyobb bizonytalanságba kergetni azért, mert a bizottság döntésképtelen. Bár a döntés a Szociális Bizottság dolga lett volna, ők ezt mégsem tették meg, ezért Ács Rezső polgármester a járványhelyzet alatt vállalta a 3 bérlakás kiosztását, de arra kérte a Szociális Bizottságot, hogy ők is tegyenek javaslatot. A válasz a mai napig nem érkezett meg. Jövőben ezt nem lehet tartani, hanem ilyen esetekben, mint például a bérlakás és szociális lakások ügye, egy-két nap, egy-két hét alatt a bizottságnak össze kell ülni, és meg kell hozni a szükséges döntést, hogy mielőbb a rászorulók ehhez hozzájussanak, úgyhogy remélem ezen a területe jelentős előrelépés lesz, mint ahogy más területeken is. 25-30 szoros túljelentkezés van ezekre a szociális bérlakásokra, így nagyon meg kell fontolni, hogy kinek utalják ki. Ács Rezső szokásos sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy elindult egy újabb jótékonysági akció a városban. A Reformáló Egyesület és a Humán Szolgáltató Központ közös együttműködésben szervez gyűjtést a nehéz helyzetben lévő szexárdi családoknak. Ezúttal az iskola kezdés megkönnyítésére indult a kezdeményezés. A tanévkezdés az komoly anyagi terhet ró minden családra. Most ezen szeretnénk egy kicsit könnyíteni, és azért mi vittünk is be a Humán Szolgáltató Központhoz különböző eszközöket, új eszközöket, de nem csak újakat várunk, hanem használatokat is. Én szeretnék biztatni és kérni mindenkit, minden szexuális, hogy aki megteheti, vegye részt ebben az akcióban. Új vagy jó állapotban lévő használt iskolai eszközöket, tanszereket várnak a Humán Szolgáltató Központban, Szexárdon a Vörösmarty utca 5 szám alatt. Nyomoz a rendőrség az éjjel szexárd tagok által kiosztott önkormányzati segélycsomagok miatt, és az ügyet az őszi ülés szakaszban a Parlament Népjóléti Bizottsága is tárgyalja majd. Ezekről Volner János független országgyűlési képviselő és Szabó Balázs a Szexárdi Városvédők elnöke beszélt szerdán egy sajtótájékoztatón. Szabó Balázs még júniusban tett feljelentést, mert az éjjel szexárd tagok által bevezetett helyi szociális bizottság nem tudott elszámolni nagyjából 130 csomaggal. Volner János azt mondja, fényképekkel bizonyítható, hogy az önkormányzati csomagok osztása éjjel szexárd logóval ellátott sárga pólóban történt. Ez pedig az országgyűlési képviselő szerint azt jelenti, hogy, mint mondta, az éjjel szexárd a város pénzén vásárolt szavazatokat. Teljesen elképesztő az, amit a balliberális szivárvány koalíció szexárdon véghez vitt. Bűncselekményt követhettek el az éjjel szexárd frakció tagjai a helyi önkormányzat segélycsomagjainak osztásakor. Ezt mondta a Szexárdi Városvédők elnöke budapesti sajtótájékoztatóján. Szabó Balázs még júniusban tett a rendőrségen feljelentést, mert a jegyzőtől kikért adatok alapján rájött, hogy az éjjel szexárd tagok által vezetett Szociális Bizottság nagyjából 130 csomaggal nem tudott elszámolni. Ezt a 130 embert, mert ők a legfontosabbak ebben a kérdésben, őket kártalanítani, és mi hamarabb meg kéne kapják ezeket a csomagokat. Utána pedig ugye, hogy az igazság kiderüljön, és hogyha kiderül az, hogy ezek a csomagok eltűntek és hova kerültek, és vannak bűnösök, akkor őnekik meg kell bűnhődni. Szabó Balázs azt várja, hogy igazság szülessen és bebizonyosodjon, hogy az éjjel szexárd frakció alkalmatlan a város vezetésre. Jelen pillanatban tehát nagyon erős a gyanú, hogy ezeket a csomagokat ellopták, eltűntek, nem tudnak elszámolni velük, és felveti ugye a kérdést,
hogyha egy ilyen alapvető, egyszerű dologgal nem tud elszámolni ez a formáció, akkor mi lesz, hogyha majd milliárdos tételekkel kell elszámolniuk. A sajtótájékoztatón Volner János független országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy ősszel a Parlament Népjóléti Bizottsága elé viszi a szekszárdi csomagok ügyét. Szerinte többszörös visszaélés történt, ugyanis, mint mondta, fényképekkel bizonyítható, hogy az önkormányzati csomagok osztása több esetben ilyen szekszárd logóval ellátott sárga pólóban történt. Ez pedig az országgyűlési képviselő szerint azt jelenti, hogy az ilyen szekszárd a város pénzén vásárolt szavazatokat. Az önkormányzat pénzén vásárolt segélycsomagokat a balliberális ellenzék a saját segélycsomagjaiként ábrázolta a választók előtt. Ez gyakorlatilag nem egyéb, erre azt mondaná a balliberális ellenzék is, ha fordítva történne, hogy szavazatvásárlás történt. Nagyon ízléstelen akciónak tartom ezt. Szabó Balázs még júniusban tett feljelentést a szekszárdi rendőrkapitányságon, mert szerinte súlyos szabálytalanságok történtek a csomagok osztásakor. Azt mondta, egyértelműen bizonyítható, hogy az éjjel szekszárd tagok által vezetett helyi szociális bizottság nem tud elszámolni a város pénzén vásárolt adományokkal. Ács Rezső, a város polgármestere, még márciusban a koronavírus járvány kitörésekor döntött arról, hogy 1000 darab egyenként 10 000 forint értékű tartós élelmiszer csomagot oszt ki az önkormányzat a helyi szociális rendszerben szereplő 703 rászoruló között. További 300 csomagért pedig a járvány miatt nehéz helyzetbe kerülő családok jelentkezhettek. A csomagok kiosztását és a munka koordinálását az éjjel szekszárd tagok által vezetett szociális bizottság végezte. Utólag a jegyzőtől kikért adatok alapján viszont legalább 130 csomaggal nem tudott elszámolni az éjjel szekszárd. Ennyi aláírás hiányzott ugyanis az átvételi nyilvántartásból. A rendőrség kérdésünkre megerősítette, hogy valóban nyomoznak a szekszárdi csomagok ügyében. Az eset miatt megkerestük Bomba Gábort, az éjjel szekszárd frakció elnökét is. Kíváncsiak lettünk volna, mit gondol arról, hogy a nyomozóhatóság szerint a frakciójának több tagja is bűncselekményt követhetett el, valamint azt is szerettük volna megtudni, hogy tervezik-e bármilyen módon kártalanítani azokat a rászoruló személyeket, akik az aláírások szerint nem kapták meg az önkormányzat csomagját. Riportunk elkészültéig viszont nem kaptunk választ a kérdéseinkre. Felháborítónak tartják többen a Tolnai megyeszékhelyen, hogy az ilyen szekszárd frakció parkolóházat építetne a város központjában. Ez derült ki azon a lakossági fórumon, amit a többségbe került frakció tagjai tartottak. A helyiek között olyanok is voltak, akik szerint az ilyen szekszárd nem fordít elég figyelmet a járdák felújítására. A lakossági fórumon sok problémát vetettek fel a helyiek. Volt, aki a belváros járdáinak állapotára panaszkodott. Sajtóház mögött normálisan közlekedni. A városközpont annyira elhanyagolt, hogy az valami iszonyat. A megjelentek közül többen kifogásolták, hogy az éjjel szekszárd frakció nem fordít kellő figyelmet a járdák felújítására, pedig erre belügyminisztériumi pályázat is van. Bomba Gábor, a frakció elnöke viszont azt mondta, rövid volt a beadási határidő. Azért nem tudtuk beletenni a projektbe, mert egy kettő hetünk volt, úgyhogy az utólag beérkezett utca javaslatokra még a tervet el kellett volna készíteni, és kell hozzá egy árajánlat is, hogy be lehessen nyújtani. Ács Rezső szerint viszont ez nem igaz, hiszen a pályázaton évek óta részt vesz az önkormányzat. Egy kis türelmet kérek mindenkitől a másik két frakció nevében is, hiszen legjobb tudásunk szerint így összeállítani azt a listát, amely alapján megvalósul a fejlesztés, de nincs 120 millió forint összeg áll rendelkezésre, nincs az a keret, amelyet nem tudunk felhasználni és kitölteni. Úgyhogy ami most idén nem valósul meg, az biztos, hogy jövőre, vagy utána jövőre meg fog valósulni majd. A másik felháborodást keltő téma a Kölcsei lakótelepnél az ilyen szekszárd által tervezett parkolóház volt. Ez az ötlet többeket felháborított. Ha körülnéznek, ott abban a parkoló szombat-vasárnap teljesen üres. Este 5 óra után teljesen üres. Nem ez az első alkalom, hogy megpróbálnak ott parkolóházat építeni. Az első próbálkozásukra akkor sikerült ezt hárítani, ezt a próbálkozást, de időről időre mindig előjönnek ezzel az ötlettel. Volt, aki szerint egy ilyen betonmonstrum csökkenti a közelben levő lakása értékét. Akkor én be fogok látni, sőt, ők is be fognak látni az én lakásomba,
sőt, akkor aztán nyáron végképp nem kell, hogy itt hagyjam az ablakot, mert ahogy beáll éjszaka, mert bulizni jönnek a fiatalok. Az egyik felszólalón ő szerint semmi szükség nincs azon a területen parkolóházra. Szerinte nagyobb lesz a környezetszennyezés, rossz lesz a levegő, és a betonépületekből áradó forróság rontja majd az életminőséget. Hirdeti a város a zöldítést, több parkot, több zöldet, egészséges levegőt kívánunk magunknak, és közben odaépítenek egy betonkolosszust, amiből egy sikátor lesz azon a részen. A lakók remélik, hogy sikerül megakadályozniuk az Éjjelszegszárd által tervezett parkolóház megépítését. Felháborító, hogy a Facebookon jelentette be a szekszárdi szüreti napok szervezésére létrehozott bizottság elnöke, hogy idén nem tartják meg a város legnagyobb rendezvényét, ezt a város polgármestere mondta. Ács Rezső szerint már egy hete is lehetett sejteni, hogy nem fogják megrendezni a szüreti napokat, mert a főleg éjjelszegszárd tagokból álló bizottság egyszerűen nem volt képes teljesíteni a feladatot, amit vállaltak. A borászok és a helyiek is sajnálják a döntést. A Facebookon jelentette be a szervezőbizottság elnöke, az Éjjelszegszárd önkormányzati képviselője, hogy az eredeti terveikkel ellentétben idén mégsem rendezik meg a szekszárdi szüreti napokat. Csötönyi László azt írta, hogy szerintük a kormány nem engedélyezi majd a tömegrendezvények megtartását. Erre vonatkozóan egyelőre hivatalos állásfoglalás nincs a kormány részéről. Hiányozni fog nagyon. De mindannyian vártunk, ebbe az évben azért sok minden kimaradt már, szóval így, hogy ez a születi is elmarad, így ebben az évben tényleg nagyon az ember csak otthon tud lenni. Az Éjjelszegszárd frakció júniusban szavazta meg, hogy külön szervezőbizottságot hozzon létre az önkormányzat a szüreti napok szervezésére. A bizottságba főként a saját politikusaikat delegálták, és meghívták még a Babits Mihály Kulturális Központ vezetőjét, aki viszont időközben felmondott, valamint a borászok és a vendéglátósok egy-egy képviselőjét. Az Éjjelszegszárd tagok terve az volt, hogy idén a hagyományokkal szakítva, nagy színpad nélkül egy kisebb rendezvényt tartanak meg. Az ötlet viszont éles vitákat váltott ki a városban. Sokak szerint ez méltatlan lett volna az ország egyik legismertebb borfesztiváljához. Ha nem csinálják olyan színvonalra, akkor ne csináljanak inkább semmit, szerintem. A szekszárdi hegyközségi tanács elnöke azt mondja, a borászokat kifejezetten érzékenyen érinti a szüreti napok lemondása. Szerinte a szervezéssel komoly gondok voltak, amiken jövőre változtatni kell. A következő szüreti napok szervezését azt nagyon időben el kell kezdeni. Akár már az év végé jövő év elejé le kell ülni az érintettekkel, át kell tárgyalni a lehetőségeket, át kell tárgyalni az igényeket. Egy nagyon-nagyon széles körű táj megegyezésre lesz szükség. Szekszárd polgármestere szerint a szüreti napok szervezésére létrehozott bizottság alkalmatlan volt a feladatra. Ács Rezső azt mondja, hiába üléseztek többször, nem tudták ellátni a szervezés feladatait, és már egy hete kérdésessé vált, hogy meg tudják-e, valamint, hogy meg akarják-e szervezni a szüreti napokat. A polgármester felháborítónak tartja, hogy a bizottság Éjjelszegszárdot képviselő elnöke egy Facebook posztban közölte a lakossággal, hogy idén nem szervezik meg a város legnagyobb rendezvényét. Hivatkoznak arra, hogy itt a pandémia miatt valószínűleg nem lesz rendezvény. Erre is lehet hivatkozni, de valójában nem, ezért nem lesz rendezvény, azért nem lesz rendezvény, mert egyszerűen szereplők, akik résztvevői lettek volna, vagy szervezői lettek volna, nem tudtak megegyezni, hanem egymásnak feszültek különböző érdekek, és ebben az Éjjelszegszárd nem tudott rendet teremteni. A szekszárdi szüreti napok a Tolnai megyeszékhely legnagyobb rendezvénye. A programokon minden évben több, mint 60 ezeren fordulnak meg. Erre nem kerülhet sor idén a szervezőbizottság döntése miatt. A Baranya megyei önkormányzat arra kéri a megyei és települési önkormányzatokat, hogy testvérmegyei, testvérvárosi kapcsolataik révén is segítsék a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezésének sikerre vitelét, mondta a megyei közgyűlés elnöke csütörtökön Pécsen sajtótájékoztatón. Az eseményen részt vett Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, aki elmondta, hogy még várják a támogató aláírásokat. Kéréssel fordul a Baranya megyei önkormányzata a megyei és települési önkormányzatok felé, jelentette be csütörtökön Őri László. Szeretnék, ha segítenék a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezésének sikerre vitelét a következő hetekben. Keressék meg a meglévő testvér megyei, illetve testvér városi kapcsolataikat, mozgósítsák ezeket a meglévő testvérvárosi, testvér megyei kapcsolatokat annak érdekében,
hogy a még legalább 4 országból hiányzó, szükséges számú aláírás összejöhessen, és közös sikerként zárhassuk majd november első napjaiban a Székely Nemzeti Tanács által útjára indított polgári kezdeményezést. Baranya megyének német, osztrák, szlovén, horvát területekkel vannak élő kapcsolataik. Ezeken keresztül szeretnének minél több EU-s állampolgárt megnyerni, hogy támogassák a székelyek törekvéseit. Két feltételnek kell megfelelni a sikerhez. 1 millió aláírást kell összegyűjteni, ami már megvan, de ezeket 7 országból kell megtenni, ami nem teljesült még. Ez az 1 millió aláírás 3 országból származik elsősorban. Vannak máshonnan is, de ahonnan ez a limit megvan, ez Románia, Magyarország és Szlovákia. Ugyanakkor az Európai Unió lehetővé tette az intézményrendszere azt, hogy folytatódjon ez az aláírásgyűjtés, így november 7-ig van még lehetőség az aláírásgyűjtés folytatására. Elsősorban azokban az országokban állunk közel ehhez, ahol magyar közösségek élnek. Így Ausztria, Horvátország, de más EU-s tagállamokból is gyűjtik a támogatásukat. Ebben segíthetnek a magyar önkormányzatok testvértelepülési kapcsolataikkal. A Székely Nemzeti Tanács célja a kezdeményezéssel, hogy a gazdasági lemaradás megszüntetését célzó Európai Uniós kohéziós források elosztásánál a nemzeti regionális jellegzetességek szempontjaira is legyenek tekintettel. Ehhez a támogató aláírásokat tavaly május 7-e óta gyűjtik. 10 diákot foglalkoztat a Tolnai Önkormányzat, és Bátaszéken is dolgoznak tanulók a Városházán. A nyári gyakorlatban a diákok kicsit megízlelhetik a felnőtt élet egy szegletét. Az önkormányzatokhoz nyári munkára a 16. életévüket betöltött fiatalok jelentkezhetnek. Már hosszú évek óta van lehetőség arra, hogy a dolgozni kívánó diákok valamelyik helyi önkormányzatnál helyezkedjenek el nyári munkára. Idén Tolnaváros önkormányzata 10-12 diákot alkalmaz 6 órás munkaviszonyban. Ezerné Huber Éva, a városi jegyzője szerint ez jó lehetőség a zseppénz megkeresésére, és előszobája lehet ez a nagybetűs életnek, hogyha eljön az idő, ne legyen nekik idegen a munka és a munkarend fogalma. Vannak visszatérő diákaink is, de vannak újak is, vannak középiskolások, egyetemisták is, úgyhogy lehet válogatni, és örömmel látjuk, hogy a diákok szeretnének dolgozni. Szorgalmasak, ügyesek, értelmesek, úgyhogy öröm velük együtt dolgozni. A munkaügyi központban kell először a diákoknak beregisztrálni, azután megkereshetik az adott önkormányzatot, és jelentkezhetnek a munkára. Ezerné Huber Éva kiemelte, hogy nem csak középiskolás diákokat tudnak foglalkoztatni, az egyetemre és főiskolára járók is jelentkezhetnek. Forrai Csenge már 5. éve visszatérő diákmunkás a Tolnai Önkormányzatnál. Azt mondja, nagyon jól érzi itt magát. 16 nyár óta jövök vissza minden évben. Úgy gondoltam, hogy kell egy kicsit a pénz, úgyhogy szeretettel vártak vissza, úgyhogy ez is nagyon sokat segített, és motivált engem abba, hogy dolgozzak. Csenge nyilvántartásokat vezet, és mindenben segít a főállásban ott dolgozóknak, amiben csak kérik. Egyik célja a jogosítvány megszerzése volt, amit a nyári munkáért kapott fizetéséből tudott finanszírozni. Nem csak a tolnai, a bátaszéki önkormányzat is élt ezzel a lehetőséggel. Közel áll hozzám, mert lehet későbbiekben erre a pályára lépek, és szeretem a gyerekeket. Mondja Zeyer Lilla, aki Bátaszéken dolgozik diákmunkásként a polgármesteri hivatalban, és gyermekfelügyeletet lát el. A város több intézményében is dolgoznak középiskolások. 18 fiatal jelentkezett július hónapra, akik a diákmunka keretében a városunk életének több területén fognak dolgozni. Itt a Városházán, gondozási központban, óvodában, illetve városüzemeltetési feladatokat fognak ellátni. Bátaszéken és Tolnán augusztusban is folytatódik az önkormányzati diákmunkaprogram. Milyen volt a korabeli hadviselés, hogyan zajlott a szigetvári ostrom, mik voltak a vár gyenge pontjai? Többek között ezekre a kérdésekre adnak választ azok a kiállítások, amik a Nemzeti Várprogram keretében hamarosan megvalósulnak. A programról a szigetvári várban tartottak sajtótájékoztatót. A műemléki épület 1,5 milliárd forintból újulhat meg, melynek során interaktív kiállítások bemutatására alkalmas terek, új várfalsétány és számos a vár történetét, kinézetét hűen tükröző fejlesztések megvalósítására kerül sor.
Ez a kazamata épület lesz az egyik központja a Szigetvári várnak. A középkori építmény most a Nemzeti Várprogram keretében mintegy 1,5 milliárd forintból újulhat meg. A beruházás részleteiről, valamint a programról a helyszínen tartottak sajtótájékoztatót. A területi közigazgatásért felelős államtitkár ismertetése szerint országszerte összesen 60 milliárd forintból 19 kastély és 15 vár felújítása valósulhat meg. Nem csak az épített környezetet újítjuk meg, hanem olyan kiállítások, interaktív kiállítások kerülnek majd bemutatásra, amelyeknek nagyobb a turisztikai vonzereje, és emellett a kastély kerteknek, a vár kerteknek, vár udvaroknak a felújítása is szerepel sok helyen. Szigetváron például a vársétány fejlesztése, illetve építésének befejezése szerepel még a tervek között. A kazamata épületben több kiállítóteret is kialakítanak, emellett új recepció várja majd a látogatókat, és modern éttermet is létrehoznak a várban. Virág Zsolt miniszteri biztos elmondta, egy különleges interaktív kiállítással is készülnek a beruházás során. Egy Icarus 66-os buszból átalakított időgép segítségével egy történelmi időutazásra invitáljuk az ide látogatókat, és aki beül ebbe az Icarus 66-os buszba, különböző vetítések segítségével valóban visszarepül a múltba, majd a kazamata egyes tereit végigjárva, az egyes kiállítási fázisokat megtekintve, minden szempontból át tudja tekinteni az ostrom menetét, illetve a vár történetét. A Nemzeti Várprogram és a Nemzeti Kastélyprogram célja, hogy a műemléki értékek megőrzése mellett az akkori kornak megfelelő hiteles bemutató tereket alakítsanak ki. Az eseményen elhangzott, a Szigetvári várba tavaly közel 40 ezeren látogattak el, és remélik, hogy a következő években ez a szám emelkedik. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a most kezdődő felújítási munkálatok ideje alatt a vár a megszokott rendszerint nyitva tart. Dinamikus ütemben emelkedik a vendégészakák száma hazánkban. A turisták az elmúlt egy hónapban alapvetően a Balatont keresték fel legtöbbször. Egyre többen fizetnek a nyaralás során Széchenyi pihenőkártyával. Ez annak is köszönhető, hogy a kormány csökkentette a kártyák adóterheit. Az első 6 hónapban a szép kártyákra feltöltött összeg több mint 154 milliárd forint volt. Folyamatosan csörög a telefon ebben a siófoki szállodában, sokan szeretnének szobát foglalni. 90% fölötti a magyar vendégeink aránya, a maradék 10% a környező országokból érkező külföldi vendég. Ausztriából, Lengyelországból és Csehországból ugyan foglalnak szállást a Balatonnál, de többségében vannak a belföldi nyaralók, ezt mutatja Tóth Gergely. Sokan előszeretettel fizetnek szép kártyával, ez annak is köszönhető, hogy a kormány csökkentette a kártyák adóterhét. Kijárási korlátozások időszakában nagyon hozzászoktak az érintésmentes fizetési formákhoz, előszeretettel használják a bankkártyát, különösképpen a szép kártyát, amit ugye most a kormányzati intézkedések és az adóügyi kedvezmények kapcsán ugye nagyobb mértékben adhatnak a foglalkoztatók. Így a mi vendégeink is vélhetőleg sokkal több szép kártyás keretet kaptak, és ez meg is látszódik a szép kártya felhasználáson. A tavalyi év azonos időszakához képest közel kétszeres a szép kártya forgalmunk. A szálloda bevételének több mint felét szép kártyás fizetések teszik ki. Ez a pár Esztergomból érkezett Siófokra, szinte mindig szép kártyával fizetnek. Hát szerintem nagyon jó, mi folyamatosan így ezzel üdülünk itt belföldön. Most nem tudom, 3 hét múlva megyünk Pécsre, akkor is ezzel fogunk fizetni, meg utána most innen megyünk még Keszthelyre, úgyhogy mi abszolút kihasználjuk. Most a biztonság is fontos, ezért is döntöttek úgy, hogy inkább belföldön kapcsolódnak ki. Semmiképp sem szeretnénk repülőre ülni, vagy így nem tudom, Egyiptomba meg ilyen helyekre utazni. Úgyhogy, meg főleg most ugye itt a pandémia helyzet idején, azért ez nagyon jó, hogy itt el tudunk menni, meg azért Magyarországon is nagyon sok jó hely van. Az első 6 hónapban több mint 90 milliárd forintot használtak fel a Széchenyi pihenőkártyákról. Ez 20%-kal több az előző év első 6 hónapjában felhasznált összegnél. Kikotorják a belvizek elvezetésére kialakított patakmedrét Bátaszéken. A város költségvetése idén nem bírja el a teljes hozban történő medelrendezést, de a legfontosabb szakasz elkészül őszig. Munkagépek dolgoznak a bártaszéki kövesdiáloknál, mely a város vízgyűjtő rendszerének fő ütőere.
Az a szerepe, hogy a település külterületéről gyűjtse össze a lehullott csapadékvizeket. A patak állapota olyan volt, hogy nem lehetett tovább várni a tisztítási munkák megkezdésével. A költségvetés tervezésekor erre egy keretösszeget be is állítottunk, és az ajánlat kérések során úgy tűnt, hogy ennél úgy terveztük, hogy sokkal hosszabb kilométerben fogunk eleget tenni ennek a kötelezettségünknek, de most egyelőre a kövesdiároknak mintegy 2,3 km szakaszát tudjuk kotorni. Ez alapvetően a M6-os gyorsforgalmi úttól az 56-os útig terjedő szakasz. A védelmi rendszer másik szakaszának kotlására idén nem lesz keret, ám ez, mondja Bozsadik Róbert, nem veszélyezteti a belső területeket. Az entei járok tisztítására a jövő esztendőre van előirányzat. Bár önkormányzati területen fogjuk elhelyezni a kitermelt iszapot, de mivel mezőgazdasági művelésben is részt vesz, lehetőség szerint ne okozzunk mezőgazdasági kárt, illetve azokon a szakaszokon, ahol nem megoldható, hogy közvetlenül az árok mellett helyezzük el, ott az elszállításra is gondoskodunk. Ez ebben a költségvetési évben maga a mellelkotrási feladat az mintegy 4 millió forintot fog majd felemészteni. Ha a munkák elkészülnek, biztonságosabbá tudjuk tenni a villámvizek levezetését, mondja Bátaszék polgármestere. Utoljára 2 esztendővel ezelőtt egy nagy esőzés után ezt a területet elöntötte a víz. Erre most a munkák végeztével már nem kerül sor. Ingyenes vezetéstechnikai tréningen vehetnek részt CSED, GYED, GYES ellátásban részesülők és a 20 év alatti fiatalok, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyet felelős államtitkára. Novák Katalin emlékeztetett, hogy július 1-e óta a 20 év alatti fiatalok ingyenes B-kategóriás KRESZ vizsga lehetőségét kiterjesztették a CSED-en, GYED-en és GYES-en lévőkre. Motoros vizsgák zajlanak éppen Pécsett. Az oktatók elmondása szerint még mindig a B-kategóriára jelentkeznek legtöbben, de sokan vannak olyanok, akik motoros vizsgát tesznek. A pandémiás időszakban szüneteltek az oktatások és a vizsgáztatás is, így a tanulók már nagyon várták, hogy visszaálljon a rend. Az első feladat az volt, hogy körbe kellett tolni a motort rajta. A második feladat az volt, hogy indexelni kellett, körülnézni, stb. A harmadik szlalomozás volt, végén egy 8-assal, utána vissza is szlalom, az utolsó pedig egy intenzív gázadás, utána fékezés. Magyarország kormánya a tavaly évben hirdette meg azt a programot, melynek során 2400 tehergépjárművezető és 1600 autóbuszvezető képzése valósulhat meg. A kormány most újabb kedvezményt ad ezúttal a családoknak, hiszen július 1-e óta a 20 év alatti fiatalok ingyenes B-kategóriás KRESZ vizsga lehetőségét kiterjesztették a CSED-en, GYED-en és GYES-en lévőkre, valamint ingyenes vezetést technikai tréningen is részt vehetnek az érdeklődők. 2008-tól, aki a 20. életévét még be nem töltötte, és az első vezetői engedélyét szerzi, ennek ugye az állam 25 000 forintot visszatérít az elméleti képzési díjból. Most ezt kibővítették 7. hó 1-től. Jovánovics Milán hozzátette, az új lehetőséggel kapcsolatban már többen érdeklődtek telefonon. Egy kisgyermekes anyuka pedig jelezte, hogy szeptemberben, amikor már kicsit nagyobb lesz a babája, elkezdi a KRESZ tanfolyamot. Kiirdették a felsőoktatási ponthatárokat hazánkban, az általános felvételi lezárulta után már biztos, hogy közel 5000 elsőéves kezdi meg egyetemi tanulmányait Pécsen. Ez a szám a következő hetekben tovább nő. A külföldi hallgatókkal és a várható pótfelvételizőkkel együtt 6000 új hallgatója lesz a pécsi egyetemnek. A járványhelyzet miatt azonban továbbra is kérdéses, milyen formában indul az oktatás, de erre már vannak elképzelései az intézménynek. Ezek a felvételek a tavalyi felsőoktatási ponthatárok kihirdetésén készültek a pécsi Széchenyi téren. Idén nem volt ehhez hasonló esemény a járványhelyzet miatt, azonban a ponthatárokat csütörtök este megismerhették a felvételizők. Jól szerepelt a pécsi egyetem, összegezte a felvételi eredményeket az oktatási igazgató. Egy tudatos, rendkívül meghatározó beiskolázási politikával sikerült azt elérni, hogy közel annyian tudják megkezdeni a tanulmányaikat a Pécsi Tudományi Egyetemen 2020-ban, mint egy évvel ezelőtt. Ez közel 5000 hallgatót jelent. Pontosan 4850-en kaptak lehetőséget most, hogy ebben a gyönyörű városban újra benépesítsék az egyetem falait.
A legnagyobb érdeklődés hagyományosan a jogász, az orvosképzés, illetve a pszichológia iránt volt. A slágerszakok mellett népszerű még a mérnök informatika, a gazdaság és menedzsment szakok. Soha ennyi jelentkezőt nem vettek még fel az ápolás és betegellátás szakra. Több mint 650-en kezdik meg tanulmányaikat itt szeptembertől. Kérdés, hogy milyen formában indul az oktatás? Úgy tervezzük, hogy személyes jelenléttel nyitjuk az egyetemet szeptemberbe. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a külföldi hallgatók ide tudjanak érkezni, és be tudjanak kapcsolódni az oktatásba. De felkészülünk minden helyzetre, tehát ahogy szokták mondani, vannak B-terveink arra vonatkozóan, hogyha mégsem tudnának idejönni, akkor se veszítsük el a külföldi hallgatókat. Így felkészülnek az online oktatásra is, amiben már tapasztalatokat szereztek, mondja az igazgató. Lengberszki Attila szerint a külföld és a pótfelvételén felvett diákokkal együtt mintegy 6000 új hallgató kezdheti meg az őszi fél évet a Pécsi Tudományegyetemen. A felvételi pontok kihirdetése után megélénkül az albérletpiac Pécsen is. Azonban ma már nem bízzák a szerencsére a leendő bérlők az ingatlan kiválasztását, már július első napjaiban lefoglalták sokan a kiszemelt ingatlant. A külföldiek is érkeznek, sokan először a neten keresztül érdeklődnek a pécsi választék iránt. Az árak az egyetemi oktatóhelyek közelében magasabbak, de még mindig kedvelt az albérletpiacon a pécsi kertvárosi rész is. Kiadó pécsi lakásokat hirdetnek ebben a csoportban az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon. Fényképeket, videót tesznek fel az albérletről angol nyelvű leírással. Elsősorban a Pécsre érkező külföldi egyetemistákat szeretné elérni így ez a 20 éve működő közvetítő iroda. Az sem ritkaság, hogy a képek, videók alapján veszik ki a lakást. Van, aki így dönt, bár a nagy része az inkább meg szeretné nézni személyesen, és az összes opcióját, ami még van. Mindenféle országból szoktak jönni, mint kontinensből is, ugyanúgy. Általában mondjuk kínaiak, akik mostanában szoktak jönni. De más ázsiai országokból is gyakran keresnek itt albérletet. A felvételi ponthatárok kihirdetése után élénkül meg az albérletpiac, ez volt jellemző hosszú évekig. Ma már előre gondolnak erre a diákok és a szüleik, mondja a közvetítő iroda tulajdonosa. Hajnalban, illetve már tegnap este kaptam egy csomó üzenetet, hogy felvették a gyermeküket, és azok már voltak itt Pécsen, és lefoglalták a lakásokat, úgyhogy meg fogjuk írni a szerződéseket. Ők, nekik úgymond szerencséjük volt, mert jó minőségű lakásokat kapnak jó árban. Az egyetemhez közeli lakások a legnépszerűbbek, de a felszereltségre is figyelnek a leendő bérlők. Az egyetem melletti részen egy 80-tól 150 ezer forint plusz rezsijék, de van olyan két szoba plusz nappal is, ami 230 ezer forint plusz rezsi. Van természetesen hozzá udvar, vagy nagy terasz. Az új építésű lakásokban már nem hiányozhat a légkondi, a mosogatógép, a mosógép, és jobban szeretik most már a teraszos lakásokat. Már évek óta népszerű a pécsi kertvárosi rész is, itt olcsóbban lehet albérletet találni. De sok egyetemista, köztük sok külföldi kedveli az uránvárosi részt. Itt már a jobb minőségű lakások gazdára találtak még július elején. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátralevő részében. Két boltot is kirabolt a harkányi férfi, letartóztatásban várhatja tárgyalását. Veszélybe került mikrovállalkozások, akár hitelfelvételre is készülhetnek a vírus miatt. Folytatódik a gyűjtés, 800 tonnánál is több adományra számítanak. Sérült gyerekeknek segítettek, különleges tábort szerveztek Paks Dunakömlődön. Két napon belül két boltot is kirabolt az a harkányi férfi, akit néhány nappal később elfogtak a rendőrök. Az elkövető Siklóson és Pécsett is egy-egy kisebb üzlet bevételét követelte, miközben késsel fenyegetőzött. Az egyenruhások végül Jászapátiban kapták el a férfit, akit most egy hónapra letartóztattak. Ezt a képen látható szemét kereste az elmúlt napokban a Baranya megyei rendőrfőkapitányság. A férfi ugyanis bozótvágóval sétált be egy siklósi vegyesboltba július 15-én. A gyanúsított felszólította a boltban dolgozó eladót, hogy adja át a bevételt, aki a fenyegetés hatására így is tett.
Innen a férfi 180 ezer forintot vitt magával. Néhány nappal később, július 17-én ismét egy rablásra került sor, ezúttal azonban Pécset, Pécs belvárosában. Itt az elkövető egy késsel fenyegette meg az eladót, és kérte a bevételnek az átadására. Itt 10 000 forintot tudott elvinni a rabló. Az eljárásra megállapításra került, hogy mindkét esetben ugyanaz a harkányi férfi volt az elkövető. A gyanúsítása során a férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte. A férfi vallomásában az szerepel, hogy a járványhelyzet miatt nem volt lehetősége korábbi külföldi munkáját folytatni, majd élettársával is megromlott a kapcsolata, ezért döntött úgy, hogy kirabolja a két üzletet. A rendőrök végül Jászapátiban fogták el a tettest, aki addigra a pénz nagy részét elmondása szerint elvesztette, elhagyta. Most előzetes letartóztatásba helyezték a férfit, tettéért 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélheti a bíróság. Július közepétől heteken át tart az őzek násza. Az üzekedő állatok ilyenkor minden megfontolás, félelemérzés nélkül kifuthatnak az utakra és könnyen vadbalesetet okozhatnak. Az állatok és magunk testi épsége érdekében a fokozott körültekintés, a lassabb haladás mindenképpen segíthet elkerülni nem csak a tragédiát, hanem a bírságot is. Megkezdődött az őzek násza, és ilyenkor az egyébként szelíd és óvatos vadak veszélyérzete jelentősen lecsökken, ösztöneik felülírják félelmeiket. Ebben az időszakban a kiszámíthatatlan irányban szaladgáló vadak bármikor keresztezhetik az autóval közlekedők útját. Ennek következtében a vadbalesetek száma megnő, mondja Agyaki Gábor, az Országos Magyar Vadászkamara Baranya megyei szervezetének elnöke. Nagyon jellemző ilyenkor az utak mentén, hogy látunk egészen szokatlan időszakban, a napnak olyan időszakában, amikor nem mozog a vad egyébként, tehát délelőtti órákban, amikor lehajtott fejjel a tűző napon áll egy őszbak az út mellett, hogy ilyenkor elindul és keresi a következő sutát, amely üzekedne. A törvény értelmében vad és gépjármű ütközése a veszélyes üzemek kategóriájába tartozik. Ez azt jelenti, hogy az autós az autóban, a vadászatra jogosult pedig a vadban okozott kárt viseli, ami sok esetben nem kis összeg. Egy őz értéke 200 000 forinttól akár az 1 000 000-t is elérheti, teszi hozzá a vadász. Éppen ezért a kihelyezett vadveszélyt jelző táblákat nagyon komolyan kell venni, hangsúlyozza. Ez a tábla azt jelzi, hogy veszélyes útszakasz van, akkor 60-nal kellett volna menni, 60 ütközik, akkor sajnos 40-nel kell. Tehát oda kell figyelni ezekre a táblákra. Aki ezeken a táblákkal jelzett útszakaszokon 120-szal, 130-szal közlekedik, az ne csodálkozzon, hogyha előtti vagy ütközik vaddal. Tehát arra kérem az autósokat, arra kérjük az autósokat, hogy a táblákat nagyon tartsák és figyeljék, ha ilyen tábla van fokozottan. Az őzgyérítés idén a koronavírus világjárvány miatt elmaradt, ezért számuk valamelyest megszaporodott. Nagyobb esély van arra, hogy tömegesen, váratlanul az utakra kifussanak. Az őzek násza július közepétől augusztus közepéig tart. A legjobb védekezés a megelőzés lenne, mondta egy pécsi virológus. Kemenesi Gábor a szúnyoggyérítésről beszél stábunknak. A szakember a tűzoltáshoz hasonlította a jelenlegi irtási módszereket. Szerinte már a lárvákat kellene elpusztítani, ez azonban más technológia szükséges. Kurucz Kornélia biológus pedig felhívta a figyelmet a hazai csípőszúnyogok mellett az inváziós idegenfajok veszélyességére is. Az idei évtől már csak ilyen földi kémiai módszerrel lehet védekezni a szúnyogok ellen hazánkban. Ez a melegködös technológia hasonló a korábban alkalmazott légigyérítéshez, azaz a már kifejlett rovarokat pusztítja el. Bár most a súlyosan szúnyogártalommal sújtott területeken tiszti főorvosi különengedéllyel ismét lehet repülőkről kijuttatni a szert, a pécsi szakember szerint ez nem a legmegfelelőbb módja a védekezésnek. Kemenesi Gábor virológus tűzoltáshoz hasonlította ezt a módszert, a rovarokat ugyanis már akkor el kellene pusztítani, mikor még lárva stádiumban vannak. Ha elképzelünk egy pohár vizet, amiben mondjuk van 100 lárva, sokkal logikusabbat kezelni, és nem megvárni, míg 100 fele repülnek. Ennek van egy 40 éves technológiája, ez egy fehérje toxin, amit egyébként eredetileg is szúnyogokból izoláltak, és tulajdonképpen a szúnyogok fegyverét fordítjuk a szúnyogok ellen, és helyileg a lárvákat kezelve, ez csupán a szúnyoglárvákat pusztítja el, hogyha megfelelő kivitelezésben történik. Ehhez azonban más technológiára van szükség, így jelenleg a lakosság megelőzésben játszott szerepe is fontos a szúnyoggyérítés folyamatában. Szintén különböző módszerek kellenek ahhoz is, hogy a már hazánkban is megjelent inváziós fajokat kiírtsák. Néhány évvel ezelőtt fedezték fel Magyarországon az egyébként Ázsiából származó tigris szúnyogot, japán bozót szúnyogot és a koreai szúnyogot. Ezek a fajok azért veszélyesek, mert felboríthatják a helyi élővilág egyensúlyát.
Alapvetően a szúnyogok, a hazai szúnyogok is fontosak az általuk terjesztett betegségek miatt. Ezek az ázsiai vagy trópusokról származó fajok pedig a trópusi betegségeiket is hozhatják magukkal, vagy akár hatékonyabb terjesztői lehetnek már jelenlévő, Magyarországon is jelenlévő különféle kórokozóknak, vírusoknak, filáriás megbetegedéseknek. Nagy problémát jelent az is, hogy ezek az idegenfajok nem csak napnyugta után, hanem a nap bármely szakaszában aktívak lehetnek. A biológus szakember azt mondja, az ilyen trópusi jellegű szúnyogok ellen a legjobb védekezési módszer a megelőzés, azaz rendszeresen ürítsük ki vagy takarjuk le a víztároló edényeket, és ne hagyjuk, hogy a ház lakás körüli nagyobb vízterületeken elszaporodjanak ezek a rovarok. Egyelőre úgy készülnek a fesztivál szervezők, hogy lesznek rendezvények a nyár végén. A kormány a múlt héten döntött arról, hogy a járványügyi védekezés miatt elmaradnak az augusztus 20-ai ünnepségek. Az augusztus 15-e utáni 500 főnél nagyobb rendezvények sorsáról pedig másfél hét múlva határoznak, így egyelőre még kérdéses, hogy több nagy fesztivál sorsa hogyan alakul. A járványhelyzet utáni enyhítéseknek a fesztivál szervezők is örültek, mondja Löbenvegy Norbert. Egyrészt nyilván felélegeztek azok a fesztivál szervezők, akik eleve augusztus végére tervezték a fesztiváljaikat, ilyen a Szegedi Ifjúsági Napok, a Strandfesztivál, a Be My Lake, és még sorolhatnám azért jó néhányan, illetve nagyon sok magyarországi fesztivál szervezője, akár itt a Balatonon, akár az ország más pontján úgy döntött, hogy a teljes setupját, a teljes rendszerét át szervezi augusztus 15-e utánra. Palóznaki Jazz Picnic, EFOT, sorolhatnám, jó néhány olyan fesztiválról beszélhetünk, amely úgy döntött, hogy augusztus végét vagy szeptembert próbálja megcélozni a fesztiváljával. A koronavírus járvány a környező országokban azonban tovább terjedt, így a kormány július 29-én újra tárgyalja az 500 főnél nagyobb rendezvények megszervezési lehetőségét. Egyrészt egy utolsó reménysugárként kapaszkodunk abba jó néhányan, akik augusztus végi fesztivált szervezünk, hiszen azt gondoljuk, hogy ha van rá esély, akkor természetesen szeretnénk ezeket a fesztiválokat megtartani. Ugyanakkor egy újabb bizonytalanságot is jelent sokak számára, hiszen azért az fontos tudni, hogy lemondani valamit az kis túlzással tényleg egy nap vagy egy perc kérdése, azt bármikor meg tudjuk tenni. Ugyanakkor felépíteni egy fesztivált, az egy fél éves, sok esetben akár éves munka, úgyhogy én napi, vagy szinte azt mondanám, hogy perci kapcsolatban vagyok a percenkénti kapcsolatban azokkal a fesztivál szervezőkkel szerte az országban, akik terveznek még idén fesztiválokat. A fesztivál szervezők egyelőre úgy készülnek, hogy meg lehet tartani a rendezvényeket. A már megvásárolt jegyekkel kapcsolatban Löbenvej Norbert elmondta, amennyiben mégsem engedélyezik a koncerteket, úgy lehetőség lesz visszaváltani a jegyeket és a bérleteket, de akár átvihetőek azok a 2021-es fesztiválokra is. Veszélyben vannak a fesztiválokból élő mikrovállalkozások, a koronavírus miatt elmaradt rendezvények hatalmas bevételkiesést jelentenek azoknak a vállalkozóknak, akik a tömegrendezvényeken értékesítik termékeiket. Az állam által nyújtott kompenzációra viszont csak csekély mértékben számíthatnak. A vírushelyzet ellehetetlenítette a rendezvényszervezőket, és azokat is, akik fesztiválokon kézműves termékeket árulva jutnak bevételhez. A korlátozások feloldásával úgy tűnt, az ősszel már lehet fesztiválokat tartani, mostanra viszont látszik, hogy a járvány újra belobbanhat. A bátaszéki Bárdos Viktor csilipaprikát termeszt, az abból készített szószokat pedig főként fesztiválokon árulja. Azt mondja, idén nagyjából 20 rendezvényről kellett lemondania. Ezek az éves bevételének közel 60%-át tették volna ki, ettől már biztosan elesett. Ezen kívül visszaesett a viszonteladóknál is a kereslet, így egyelőre nem látja, hogy mi vár rá. Nálunk ez úgy néz ki, hogy ugye 5 napot dolgozunk a kertben, ápoljuk a növényeket, termeljük, leszedjük, szüreteljük, majd földolgozzuk, és a hétvégén pedig eljárunk fesztiválokra, vagy kis termelői piacokra, ahol megpróbáljuk ezeket eladni. Na most ez az oldal az idén az úgy néz ki, hogy ez kimaradt. Bárdos Viktor kistermelő azt mondja, hogy egy kompenzációs pályázatra tudta benyújtani az igényét. Ennek elnyerése után egy mindössze egyszeri 125 000 forintos támogatásra lesz jogosult. Ezt 2020. december 31-ig kell elbírálni, tehát a kifizetés legkorábban jövőre lesz esedékes. Azt mondja, sok olyan 30-35 éve jól működő cégről tud, akik csak hitellel tudtak működőképesek maradni.
Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke is úgy gondolja, hogy a rendezvények elmaradása nagyon nagy kiesést jelent a vállalkozóknak, szolgáltatóknak. Vannak köztük olyanok, akiknek a megélhetésük is veszélybe került ezzel. Úgy halljuk, hogy a kormány ennek megfelelően intézkedéseket akar tenni, támogatást akar nyújtani, tehát ez talán pótolni fogja egy részét a rendezvénynek. A további ilyen támogatás az adócsökkentések, járulékok csökkentése, de ha nincs bevétel, akkor sajnálatos módon az nem segít a vállalkozóknak. Hiszen az adót a bevétel után fizetik a vállalkozók, és ha nincs bevétel, akkor kevesebb a befizetendő adó is. Fischer Sándor elmondta, hogy ez az időszak a rendezvényszervezést, a vendéglátás turizmust, kiskereskedelmet és az egyéb szolgáltatásokat is nagy mértékben visszavetette. Szóládon, Ádándon, Tengődön és Somodorban is gyűjtik a búzaadományokat a Magyarok Kenyere programban. A kezdeményezéshez Somogy megyében eddig több mint 200 gazda csatlakozott. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerint a tavalyi 800 tonnányi országos búzaadományt az idén sikerült túlszárnyalni. Immár 10 éve gyűjtik országszerte a búzát a Magyarok Kenyere programban. A kezdetekkor 10 tonnányi gabonát adtak a gazdák, ez a szám 2019-ben már elérte a 800 tonnát. De folyamatosan nő az adományozó gazdák száma is. Erről beszélt Szabó Tamás, a MAGOSZ elnöke Szóládon. Nagyon jelentős létszám növekedés is volt az adományozó körében, és nagyon nagy tisztelettel köszönöm meg a határon túli magyar gazdáknak a részvételét is, mert gyakorlatilag ez a mozgalom már az ország határokon túlmutató és nemzetegyesítő mozgalommá vált. Somogy megyében 2019-ben 252 adományozó volt, és 25 tonna gabona búza gyűlt össze. Somogy megyében évről évre nő a gyűjtőpontok száma. Ez is azt bizonyítja, hogy összefogással bármit elérhet a gazdatársadalom. Ezt már Bereg Gábor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke mondta. Úgy gondolom, hogy a gazdatársadalom többször megmutatta már, hogy ha összefogásra van szükség, azt meg tudják tenni. Az idei év pedig úgy gondolom, hogy mindannyiunknak megmutatta, hogy mekkora szükség van összefogásra, és hogy együttesen mennyivel egyszerűbb, és lehet az akadályokat is átvészelni. Somogy megye 4-es számú választókerületében, Szóládon, Ádándon, Tengődön és Somodorban is gyűjtik a búzát. A gabona adományokat a megye egyetlen barcsimalmában őrlik majd meg. Külön öröm számomra, hogy a barcsimalom, mint olyan a barcsimalmot üzemeltető vállalkozás nagyon nagy szerepet vállal ebben a programban, hiszen ők azok, akik a malomban munkát nem kímélve segítenek a kenyérnek az előállításában. A búzából készült lisztet rászoruló családok, intézmények kapják majd meg. Somogy megyében több mint 2000 gyereknek segítenek a kezdeményezéssel. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Elektroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Elektrolit Kft. Minden, ami villanyszerelés. Pénzadományt ajánlott fel a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének Tolna megyei szervezete a Szekszárdi Balassa János Kórháznak. A 500 000 forintos összegből a kórház épületeiben hajtanak majd végre apróbb fejlesztéseket.
Baráti kézfogás az adományozó okirat átadása után. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének Tolna megyei szervezete 500 000 forintot adományozott a szekszárdi Balassa János Kórház alapítványának. Csike György, a Magosz Tolna megyei elnöke azt mondja, fontosnak érezték, hogy ne csak egészséges hazai termékek előállításával járuljanak hozzá a magyar emberek egészségének megőrzéséhez, ezért döntöttek a kórház támogatása mellett. Mivel hogy mi már az egészségügyben ilyen szinten részt vettünk, hogy egészséges élelmiszereket állítunk elő, úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk ezt még egy picit fokozni. A kórháznak jól jött a támogatás. A koronavírus megjelenésekor ugyanis jelentősen megnőttek a kiadásaik. A gyógyszereket és a védőfelszerelések beszerzését ugyanaz állam finanszírozta, ám a járvány miatt számos épületben kellett átalakításokat végezni az intézményben. Például több helyen fertőtlenítő zsilipeket alakítottak ki. Nagyon sok minden átalakult, osztályok, rendelések költöztek át, és kerültek kialakításra olyan kórházi funkciók és építészeti megoldások, amik a járvány elleni védelmünket szolgálják. A szekszárdi Balassa János Kórházat márciusban jelölték ki járványkórháznak. Az intézményben akkor vezettek be még a korábbinál is sokkal szigorúbb járványügyi intézkedéseket. Sajátos nevelési igényű fogyatékkal élő sérült gyerekek számára szervezett tábort a Paksi Gyermekekért Alapítvány a Dunakömlődi faluházban. A Paksi önkormányzat támogatásával létrejött egyhetes intenzív terápiás Tarka-Barka tábor dévény módszerrel, mozgásfejlesztő konduktorral, gyógytornával és kutyásfejlesztő terápiával nyújtott segítséget a tucatnyi gyerekből és szülőből álló lelkes kis csapatnak. Nehéz és embert próbáló feladatok ezek, de megküzd vele a gyermek és szülő egyaránt a cél érdekében. Anyagilag szinte elérhetetlen lehetőségeket tár az ingyenes Tarka-Barka tábor a sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő sérült gyermekek számára. Egy hét alatt napi szinten többféle fejlesztő terápián vesznek részt a gyermekek szüleikkel. Dévényterápia van, fa-ferró terápia, aktív terápia, egyére szabottan terraszújt és terratox ruhákban, konduktorral való fejlesztés, kutyás terápia és korai fejlesztés gyógypedagógussal. Hát ez egy tényleg egy annyira intenzív hét. Tavaly volt először ilyen intenzív tábor, ami nagy löketet adott a résztvevőknek, hiszen hatalmas fejlődésen mentek át a gyermekek. Jelenleg 23 gyerek vesz részt a táborban, de az érdeklődés ennél sokkal nagyobb. A látómezőnkben nagyjából 40-50 család van. Nem sok, de vannak esetek, ahol több sérült gyermeket is nevelnek a szülők, és hát ugye minél több a sérült gyerek, bár azt gondolom, hogy egy gyermeknél is már hatalmas terheket ró a családra. A Tarka-Barka hét sors közösség építése a szülőknek is lelki töltetet, érzelmi útravalót ad a további kitartó töretlen munkához. Táborok nagy része az államilag nem finanszírozott gyógytornákból áll, amit a szülők nagy része nem tud kifizetni. Meg nincs is Pakson folyamatosan évközben. Tehát ez a fa-ferró-terápia, azok a speciális ruhástornák, amik idén vannak, az így megyei szinten is különleges, hogy egyáltalán itt ezt a gyerekek megkaphatják. Nem kell értük utazni. A napok apró hősei az intenzív egyéni terápiák szünetében játszóházban közösen lazulhatnak, kutyás fejlesztésen, táncházon, ringaton vehetnek részt, de kézműveskedés és motoros bemutató is színesíti a napjukat. 250 millió forintra pályázhatnak sportszervezetek a Hiszek Benned sportprogram második alprogramjának legújabb 5. ütemében, közölte Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. A PSN ZRT a 2016 óta futó program során már kétszer nyújtott be sikeres pályázatot. Most újra pályáznak, mégpedig a maximálisan elnyerhető 4 millió forintra. Ezúttal 3 szakosztály, az aerobik, az atlétika és az úszás utánpótlása részesülne az összegből. A Pécsi Sport Nonprofit ZRT-hez 14 intézményi sportpálya, valamint 1500 sportolóval a 14 szakosztályt működtető sportiskola tartozik. Az egyesület számára fontos a fiatal tehetségek felkarolása és edzés feltételeik javítása. Az EMMI sportállamtitkársága 2016 őszén hirdette meg a 3 pillérből álló Hiszek Benned sportprogramot. Ennek célja a szabadidős sportolók körének bővítése, az egészség életmódra nevelés, valamint minél több fiatal bevonása az utánpótlás sportba és a tehetséggondozásba. Korábbi sikereken felbuzdulva idén is fogunk pályázni. A program alapvetően utánpótlás sportra, tehetséggondozásra lett létrehozva, úgyhogy természetesen mi is ebben a témakörben fogunk pályázni.
a sportiskola révén sok olyan sportágunk van, ahol egyrészt szükség is van a forrásra, másrészt pedig megfelel a pályázati feltételeknek. Mivel erre a programra TAO-s sportágak nem pályázhatnak, három szakosztályt választott ki a PSN ZRT vezetősége. Ezek az úszás, az atlétika és az aerobik. Gyakorlatilag több mindenre lehet pályázni, ugye egy nagyon fontos eleme az edzői bérek, tehát hogy 50%-os mértékig lehet a pályázaton elnyelt összeg terhére edzői béreket kifizetni. Ezen kívül nyilván lehet különböző létesítményfejlesztésekbe gondolkodni, eszközbeszerzésekbe, gyakorlatilag szinte azt mondom, hogy bármire is költhetjük ezeket a pénzeket, inkább az lesz majd a nehézsége, hogy a sok minden szükséges közül melyik legyen az, amire ezt a forrást fordítjuk. Pályázni sportszervezetenként összesen maximum 4 millió forintra lehet. A támogatásokat személyi jellegű kifizetésekre, sporteszközök beszerzésére, létesítményhasználatra, versenyeztetéssel kapcsolatos feladatokra, valamint edzőtáborozáshoz szükséges költségekre lehet fordítani. Az előző negyedik ütemre 607 sportszervezet nyújtott be pályázatot, 74 sportági szakágban, összesen 1,8 milliárd forintos igénnyel. A pályázók csak nem fele kapott támogatást, átlagosan 620 ezer forint értékben. Csapat összetartás érkezett a magyar férfi röplabda válogatott keretének jelentős része a Balatonhoz. A kötetlen háromnapos esemény jó alkalom volt arra, hogy a játékosok, illetve a márciusban kinevezett új szövetségi kapitány megismerkedjenek egymással személyesen is. Hosszas tárgyalás sorozat eredményeként az eredetileg tervezett augusztus-szeptemberi Európa-bajnoki selejtezőket a jövő év elejére, januárra halasztották, mind női, mind férfi vonalon. Így a szövetségeknek is van még idejük felkészülni. Egy elég hosszú tárgyalás sorozaton vagyunk túl az Európai Röplabda Szövetséggel, hiszen augusztus-szeptemberre voltak Európa-bajnoki selejtezők kiírva. Azonban a mi csoportjainkban, mind a fiúknál, mind pedig a lányoknál úgy döntöttek a résztvevő országok, hogy januárra halasztják ezeket az EB selejtezőket. Úgyhogy még van időnk ugyan készülni, de mi úgy próbálunk készülni, hogy minden lehetőségre készen álljunk. Mivel rendezői szándékot is benyújtottunk, és el is nyertük mind a férfi, mind pedig a női tornának, egy-egy tornának a rendezését, ezért tulajdonképpen nagyon-nagyon sok előkészületet igényel az, és igazából még mindig nem vagyunk teljesen tisztában annak, hogy majd mi vár ránk januárban. A tornarendszer miatt azonban teljesen máshogy kell majd felkészíteni a válogatottat a sorozat terhelésre, hiszen rövid időn belül kell a játékosoknak több mérkőzést is játszani. Ugye teljesen más, hogyha egy sorozatterhelés van, ugye 4 napig kell ugye a fiúknak toppon lenni, mintha egy oda-visszavágós rendszerben inkább egy lassabban felépített taktikai vagy technikai képzés lehet tartani. Ez inkább az, ami most változott, és teljesen máshogy kell majd felépíteni ezt az X-hetet, amit mondjuk ott a torna előtt eltöltünk, főleg, hogy a fiúk a bajnokságból érkeznek, fittek lesznek, toppol lesznek, reméljük egészségesek. Ezzel ellentétben most nyáron van egy program, főleg így, hogy márciusban leálltak, március közepén áprilisban leállt mindenki. Ez egy olyan hosszú folyamat lett volna újra felépíteni, hogy ez biztos, hogy a teljes mérővására ment volna. Tehát én személy szerint örülök ennek a megoldásnak. Az, hogy mit hoz a jövő a vírus miatt, az meg majd meglátjuk. A férfi válogatott decemberben kezdi majd meg a közös készülést az Európa-bajnoki selejtezőre, amelyen Norvégia, Portugália és a belorusz csapat lesznek majd a magyar válogatott ellenfelei. Ennyi volt már a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!